Kiállítás. A Continental Arénába várják a pályaválasztókat, pályamódosítókat. Autópiac. Folyamatosan nő az adásvételek száma. Együttműködés. Kedvezményes múzeumi belépő a tisztviselőknek. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! Dönts jól, jövőd a tét címmel immár 19. alkalommal rendezte meg a pályaválasztási kiállítást a megyei kormányhivatal a Continental Arénában. A közel 80 kiállító a két nap alatt nem csak a pályaválasztás előtt álló fiataloknak mutatja be a lehetőségeket, hanem a már szakmával rendelkező, de pályamódosítást tervező felnőtteknek is. Immár 19. alkalommal nyitotta meg kapuit a Dönts jól, jövőd a tét elnevezésű pályaválasztási kiállítás a Continental Arénában. Az ünnepélyes megnyitón többek között elhangzott, hogy az elmúlt években felértékelődött a szakképzés, a szakmatanulás, amit már az iskolaválasztásnál sem szabad figyelmen kívül hagyni. Aki pedig hiány szakmát tanul, könnyebben tud elhelyezkedni a munkaerőpiacon. A kétnapos pályaválasztási kiállítást Román István kormány megbízott nyitotta meg. Fiataloknak és családjaiknak szeretnénk abban segíteni, hogy jó döntést hozzanak meg. Nem olyan egyszerű mai világban jó döntést meghozni, bár van nagyon sok szakma, ami jó megélhetéssel kecsegtet, viszont közben ezek a szakmák is átalakulnak, ezért nagyon fontos az, hogy ne csak az intézményeket ismerjék meg a fiatalok, hanem azokat a szakmákat is, amit hogyha választanak, akkor jó eséllyel megélhetést is találhatnak. Éppen ezért a kiállítást olyan módon szerveztük meg, hogy nem csak a szakképző intézmények, hanem a megye jelentős cégei is felvonultak a kiállításon. Úgy gondolom, hogy ezzel is tudjuk azt segíteni, hogy az a nehéz és jó döntés, aminek meg kell születnie, az megszülethessen a megfelelő időben. A megyei kormányhivatal egyik legnagyobb rendezvényének megnyitóján Nyíregyházát Jászai Menyhért alpolgármester képviselte. A városnak kiemelten fontos célja az, hogy a gyerekek minőségképzést kapjanak, lehetőleg piacképes szakmával lépjenek az iskolarendszerből, és Nyíregyházán maradjanak. Gazdasági fejlesztés céljaink között ez egy fő célkitűzés, és hála Istennek eredményes, hiszen egyre több kis, közepes és nagyvállalat telepszik le Nyíregyházán, azért, mert Nyíregyházán jó szakemberek vannak, és Nyíregyházán jó az életminőség. Itt jó tanulni, élni és dolgozni. A pályaválasztási kiállításon a Nyíregyházi Szakképzési Centrum jelentős területen mutatkozik be. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum mind a 10 iskolája itt van a pályaválasztási kiállításon ma. Egyrészt külön-külön bemutatkoznak az iskolák, és segítenek a szülőknek, tanulóknak a pályaválasztásban. De nagyon fontosnak tartom azt a szakmaudvart, amely több mint 10 éve már itt található pályaválasztási kiállításon, és a szakmaudvaron belül bemutatjuk azokat a szakmákat, amelyeket kínálunk a pályaválasztás előtt álló tanulókkal. Kipróbálhatják akár orvosostit játszva, akár kisebb gyerekekkel is. Tehát kipróbálhatják azokat az eszközöket, de itt vannak azok a fejlesztéseink, a robotikák, azok az elektronikai eszközök, amelyeket a gyerekeink fejlesztenek, foglalkoznak, és kipróbálhatják az adott szakmát, legyen szó itt akár építőipari, egészségügyi, női szabó, fodrász, bármilyen szakképesítésről. A közel 80 kiállító a két nap alatt nem csak a pályaválasztás előtt álló fiataloknak mutatja be a lehetőségeket, hanem a már szakmával rendelkező, de pályamódosítást tervező felnőtteknek is. Átfogó képet nyújtanak a megye iskolarendszerű képzési lehetőségeiről, a lehetséges továbbtanulási irányokról, a gyakorlati képzőhelyekről és a munkaerőpiaci igényekről. A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje az október 23-ai nemzeti ünneppel összefüggésben több októberi napon is változik. 12-én pénteken a hétfői ügyfélfogadási idő szerint 8 és 12 óra között, valamint 13 és 16 óra 30 között fogadják ügyintézésre a lakosokat. Október 13-án szombaton munkanap lesz, ezért a pénteki ügyfélfogadás szerint reggel 8 órától 12 óráig lesz ügyfélfogadás. 22-én hétfőn pihenőnap miatt, 23-án kedden pedig munkaszüneti nap miatt nem lesz ügyfélfogadás. Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző tájékoztatása a nyiregyháza.hu városi webportálon is olvasható. A Nyír.hu pedig arra hívja fel a járművezetők figyelmét, hogy október 13-án szombaton a munkanapoknak megfelelően kell fizetni a parkolásért a társaság által üzemeltetett parkolókban.
Nem csillapodott a magyar autópiac lendülete. Folyamatosan nő az adásvételek száma, és nem csak a használt járművek találnak gazdára. Évvégére akár 120 ezer új autót is vásárolhatnak hazánkban. Az elmúlt években folyamatosan nőtt a magyar utakon futó autók száma, és az idei első fél évben elérte a 3,58 millió darabot. Az autóállomány dinamikus bővülését mutatja, hogy az új és a használt autók értékesítési száma továbbra is fellendülőben van. Az új autópiac az idén 120 ezresre várható országos szinten, a használt autópiac pedig egy 600-650 ezer közé. Ezen belül az import használt autók piaca is fokozatosan emelkedik. Tavaly 160 ezer, az idén 165-166 ezer importautó beáramlása vagy forgalombejegyzése várható Magyarországon. A legfrissebb adatok szerint a magyar utakon futó személygépkocsik átlag életkora az idei első fél év végén 14,2 év volt. A statisztika szerint már sorozatban 11 éve emelkedik az autók életkora. Ezt erősíti többek között az is, hogy egyre több a külföldről behozott használt autó, többségük öregbíti a hazai járműpark átlag életkorát, hiszen a vásárlók elsősorban az idősebb, 10 év körüli, magasabb presztízsű gépkocsikat keresik. A trend azonban változott, míg évekkel ezelőtt a dízeles járműveket részesítették előnyben a vevők, most már inkább a benzines autók találnak hamarabb gazdára. Nekem most egy kombi van, dízeles, és pont ugye benzines akarok, mert ugye a dízel drága, meg szennyezett, káros. Hát keresgélek, de hát majd alakul, hogy lesz. Teljesen megfordult a dízel és a benzines autók aránya, tehát ez egy fontos szempont, és ezen belül azért van egy felfokozott érdeklődés a benzines autók iránt, a használja azt a ilyen másfél-két milliós kategóriában, mert pont hiányzik egy jelentős mennyiség a használt piacról. Amikor nagyon gyengén ment a válság után az új autóértékesítés, amikor negyedére esett vissza, korábbi 200-es darabszámról 50 ezerre esett vissza az új autóértékesítés, és azok a használt autók hiányoznak a magyar piacról. És ezért van most pont a 8-10 éves kategória, vagy a 8-es már eltelt azért 10 év a válság óta, azok pont hiányoznak a piacról, és ezért jön be nagyon sok külföldi autó. Térségünkben is egyre több a zöld rendszámú autó, a környezetbarát járművek már a használt piacon is megjelentek. A munkanap áthelyezés és az október 23-ai ünnepnap miatt változik a vonatok menetrendje is két egymást követő hétvégén. Október 12-én pénteken a munkanapi, a 13-ai szombati munkanapon pedig a pénteki menetrend szerint közlekednek a vonatok. Az október 23-ai ünnepnapot övező négy napos hosszú hétvégén is módosul a közlekedési rend. 21-én és 22-én, azaz vasárnap és hétfőn az ünnepnapi, 23-án kedden pedig a vasárnapi menetrend szerint közlekednek majd a vonatok. A megnövekedett utasforgalom miatt érdemes időben, elővételben jegyet váltani az október 19-23-a közlekedő járatokra. A szeptember 30-ától Nyíregyháza Debrecen-Budapest útvonalon vasárnapi menetrend szerint közlekedő televonat kivételesen 23-án kedden indul majd. A Magyar Kormány Tisztviselői és Állami Tisztviselői Kar 83 ezres tagsága javára kötött együttműködési megállapodást a Józsa András Múzeum igazgatója a kar elnökével. A kedvezményes belépést munkáltatói igazolás ellenében kaphatják meg a múzeum látogatói. A Soproni Múzeum után másodikként írt alá együttműködési megállapodást a Magyar Kormány Tisztviselői és Állami Tisztviselői Kar elnöke Nyíregyházán. Megyénkben 3000 alkalmazott és családtagjaik, 10000 körüli látogató kaphat 15%-os belépőjegy kedvezményt, sőt a gyerekek féláron látogathatják a múzeumot. Nekünk az a célunk, hogy minél többen jöjjenek a színvonalas kiállításunkra, a Józsa András Múzeumba, nem beszélve arról, hogy ugye ezt mindig elmondjuk, hogy 150 éves a Józsa András Múzeum, mi nagyon színvonalas kiállításokat, rendezvényeket, konferenciákat szeretnénk szervezni, és szerveztünk is idáig, ez a továbbiakban is így lesz, már a jövő évi terveink is megvannak. Az elnök asszonynak ez nagyon tetszett, hogy jövőre természettudományi kiállításokkal szeretnénk kedveskedni a látogatóknak. A meghosszabbított nyitvatartás szerint december 16-áig látható Munkácsi kiállításon és az említett jégkorszak, illetve antropológiai tárlaton túl ma már publikus a jövő őszi Színyei Merse tárlat
és az, hogy egy retro bemutatóval jelentkezik a múzeum júniusban a Hosszú Éjszakán. Ezzel a színvonalas tervvel állt a kar elnök Elli, az intézmény vezetője. Gyakorlatilag a magyar kormány tisztviselő és állami tisztviselői karnak van egy olyan feladat és hatásköre, amelyben a tisztviselők, kormány tisztviselők és állami tisztviselők számára kulturális és szociális programokat biztosít a magyar kormány tisztviselő és állami tisztviselői kar. E tárgykörben szerettük volna, hogyha múzeumokkal, színházakkal és kulturális rendezvényközpontokkal megállapodásokat tudunk kötni. Minden munkáltató ismeri és kiadja azt az igazolást, mellyel érvényesíthető a kedvezmény. A tisztviselői kar honlapján megtalálható a partnerek listája. A jövőben egy dolgozói kulturális kártya bevezetése a cél, melyhez kormányzati döntés szükséges. E program valamennyi résztvevője számít az idegenforgalom további erősödésére, hiszen a kedvezmények újabb látogatókat és vendégeket csalogathatnak a társintézményekbe is. A Reggeltől Estig címet adta legújabb kiállításának Madarasi György festőművész. Mindjárt jönnek a részletek, előtte nézzük a nap további híreit. Baleset történt csütörtök délelőtt a Vai Ádám körúton. Egy robogós hirtelen fékezett, mert az előtte haladó személygépkocsi forgalmi sávot váltott. A hirtelen fékezés következtében a robogós fölborult, és egy az út szélén parkoló személygépkocsi hátuljának csapódott. A robogót vezető férfi megsérült, a balesetben a mentők kórházba szállították, egyelőre vizsgálják a baleset körülményeit. Helyismereti bejárást tartottak a nyíregyházi katasztrófavédelem tűzoltó egységei a Sóstói úti kórháznál, a szakemberek ellenőrizték a vízkijáratokat, poroltókat, tűzcsapokat, menekülési útvonalakat és az elektromos kapcsolószekrényeket is. Forgalmi rendváltozás lépett életbe a Nádor és a Honvéd utcánál. A Szilfa utcáról most már nem lehet jobbra kanyarodni a Nádor utcára, csak balra lehet haladni a Szent István utca irányába. A Serház utca folytatása a Honvéd utca, ám tovább már nem lehet arra haladni, csak balra tudnak letérni az arra közlekedők a Nádor utcára. A Reggeltől Estig címet adta legújabb kiállításának Madarasi György festőművész. A Napi fényekkel változó sorozat képeit a Centrál Hotelben láthatják az érdeklődők november 10-éig. A tavaly októberi 70 év, 70 kép születésnapi kiállítása után újabb tárlatra való 20 képet festett Madarasi György. Ahogy méltatói örömfestőnek nevezik, most sem hazudtolta meg önmagát. A szépséget és harmóniát, az élet igazságát vitte vászonra még tegnap előtt is. A 20 attraktív alkotás között a festő ki magányában ül a műteremben. De csak napokkal ezelőtt készült a Kossuth téri platán is, és egy kép az 50 éves nagybányai osztály találkozó emlékére. Ez a realista fal. Művészként mindig azt vallottam, és most is azt mondom, hogy nincs megállás. Tehát mindig tovább kell menni. Én nem tudok heteken, hónapokon, éveken keresztül ugyanabban gondolkodni, ugyanazt festeni. Megpróbálom a saját egyéniségemnek és a művészetemnek az ismérveit, azt mindig rávinni a képekre, de nem ugyanúgy. És ezért váltogatom a témát is, amit feldolgozok. A korábbi szürreális alakok, bohóc figurák után a valóságból születnek a portrék. Tudatosan változtat a témán és stílusán. Így követik egymást festői korszakai. Ahogy a megnyitón fogalmazott Szabó Géza történész, a realista fallal szemben az idealista. Ezek a természetképek jelzik a napfényeit. De ismét készült kenőkéssel egy sorozat virágképekből, pasztelben és háromdimenzióban. Sajátos hangulata van valamennyinek. Én nem foglalkozom azzal, hogy tetszik-e a közönségnek. Én azzal foglalkozom, hogy amit én csinálok, amit én meg akarok festeni, hogy az nekem tetszedjen. Tehát engem az nem befolyásol, hogy a közönségnek tetszik, nem azért festem úgy, ahogy festem, mert senki nekem nem mondja azt, hogy neki az tetszik, amikor én azt csinálom. Tehát van egy elképzelésem arról, hogy na most ilyen képeket akarok csinálni, ezt meg akarom festeni, ahhoz megválasztom azt a tematikát, a virág adja magát. Madarasi György az örömfestő ismét azon kesereg, miért üresek egyetemes jelleggel a kiállítótermek. Még akkor is, ha megérti a neves filosz okfejtését, miszerint a tudomány viszi előre a világot,
A művészet, mint az emberiség kiemelkedő tevékenysége, vajmi keveset ad az emberiség fejlődéséhez. Neki létszükséglet a mindenéves kiállítás, így mától már 2019-re készül. A reggeltől estig idei 20 képe még november 10-ig várja a látogatókat. Városi rangadót játszik a női csapat. Tehetségek az utánpótlás együtteseknél, új vezetőedző a felnőtt együttesnél. A Nyíregyháza Spartacus labdarúgó csapatai készülnek a következő bajnoki fordulóra. A Spari MB2-es együttesét az év végéig Lengyel Roland irányítja. Az elmúlt két fordulóban győzött a Nyíregyháza Spartacus a labdarúgó MB2-ben, az együttest a korábbi asszisztens edző Lengyel Roland irányította. A klub vezetése elégedett volt az elvégzett munkával, ezért megállapodott a trénerrel, így évvégéig ő lesz a vezetőedző. A Spari korábbi játékosa megtisztelőnek tartja a felkérést, trénerként irányította már a Csíkszeredát, és most szeretne a Nyíregyházával sikeres lenni. Szeretném megköszönni a vezetőség bizalmát. Nem nagyon gondolkoztam rajta, hogy nyáron se gondolkoztam azon, hogy igent mondjak, mikor megkértek, hogy segítsem a felnőtt csapat munkáját. Itt is nagyon gyors volt a válaszom, és természetesen rábólintottam, nagyon megtisztelő a feladat. Ez edzői pályafutásom során a második nagy feladat, amit rám bíznak. Bízom benne, hogy ki tudom hozni belőle a maximumot. Az elmúlt két mérkőzésen már voltak változások a csapat összeállításában, a fő feladat azonban az volt, hogy mentálisan felpörgessék a játékosokat. Lengyel Roland korábban a Bozsik Akadémia edzője volt, és nem csak ő került a felnőtt kerethez, hanem több fiatal labdarúgó is. A család, az iskola és a klub közösen komoly hátteret adhat a tehetséges labdarúgóknak. Starosta Dávid például már nem csak a felnőtt együttesben, hanem a korosztályos válogatottban is bemutatkozott. Elérte, hogy először cserejátékosként bizonyított, majd húzó ember lett, majd győztes gólt rúgott. Mi kell még, mint pozitív példa az itt futballozó gyerekek számára, hogy ne akarjanak Starosta Dávidok, kulcsárhunorok lenni? Na ez az a biztonság, amit mi kínálni tudunk legfőképpen, és én nagyon boldog vagyok, hogy a tulajdonosunk, Révész úr is, az ügyvezetőnk is, és az egész klub ezt felismerte. Én azt gondolom, hogy a Nyíregyháza Spartacus jövőjét a helyi gyerekek biztosíthatják, és akkor hosszú távon stabil jövőkép várhat a klubra. A hétvégén a női csapat városi derbit játszik a Nyírségen SC ellen, a Spari jelenleg a második, a Nyírség a hatodik helyen áll a tabellán. A csapaton én most azt érzem, hogy tényleg tavaly már olyan sokat játszottunk, azt hiszem nem is játszottunk senkivel eddig ennyi meccset, mint a Nyírséggel, hogy olyan görcsösségben nem teszi őket, vagy annyira nem feszülten várják ezt a mérkőzést, viszont ugyanolyan alázattal készülnek, meg is van követelve tőlük ugyanaz a koncentráció, mert a céljainkat azért szeretnénk elérni, és ahhoz minden mérkőzésnál lehet a legjobb teljesítményt kell nyújtani. A női mérkőzést szombaton 15 óra 30-tól rendezik az NVSC pályán. Híradónk végén nézzük a főbb tartalmakat még egyszer néhány mondatban. Pályaválasztási kiállítás a Continental Arénában. A közel 80 kiállító a két nap alatt nem csak a pályaválasztás előtt álló fiataloknak mutatja be a lehetőségeket, hanem a már szakmával rendelkező, de pályamódosítást tervező felnőtteknek is. Nem csillapodott a magyar autópiac lendülete. Folyamatosan nő az adásvételek száma, évvégére akár 120 ezer új autót is vásárolhatnak hazánkban. A magyar kormány tisztviselői és állami tisztviselői kar 83 ezres tagsága javára kötött együttműködési megállapodást a Józsa András Múzeum igazgatója a kar elnökével. A kedvezményes belépést munkáltatói igazolás ellenében kaphatják meg a múzeum látogatói. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm mai figyelmüket is. További kellemes televíziózást kívánunk, viszontlátásra!